Bátran vágtunk neki a 2022-es évnek, hiszen a kezdeti nehézségek után 2021 végére egy jó évet zárt a szürtei kistérség, mondta Puskár Árpád polgármester. Mint fogalmazott, akkor minden jel arra utalt, hogy megyei szinten is jól teljesítettek. Megyei szinten a 17. helyre kerültünk a 64 kistérség közül, azt hiszem ez egy dobogós hely, és jól befejeztük a 2021-es évet is, nagy terveket szőttünk 2022-re. Sajnos február 24-én megtörtént a háború, és egy egészen más környezetbe kerültünk. Először első lépésben a menekültek fogadása volt a kistérségnek a kihívása. Minden ingyenes intézményünket átállítottunk a menekültek fogadására, iskolákat, óvodákat. Köszönet a magyar kormánynak, hogy az óvodafejlesztési programmal rendbe raktuk az óvodáinkat, és így normális körülmények között tudtuk fogadni a menekülteket. Megszerveztük az éjjel-nappali ügyeletet minden egyes intézményekben, és lassan megkezdtük menekültekkel feltölteni az intézményeinket. Ez május végére 300 főt fogadott a kistérség, ez teljes ellátást kaptak, reggelit, ebédet, vacsorát, tisztálkodási lehetőséget, meg volt a lehetőség kimosni a ruhájukat, minden ezeket a szemetek, kihordás kérdését, mindent a kistérség magára vállalt, és ezt becsülettel el is végeztük. Nagy kihívás volt számunkra a szelmenci határ átkelőnél a felmerülő kérdések megoldása, ott is éjjel-nappal elláttuk a menekülteket, akik át akartak menni Szlovákiába. Szemetkihordás kérdése, ott is nagyon sokat szemeteltek, ezt is meg kellett oldani, ezt is megoldottuk. Miután valamelyest enyhült a menekült hullám, a kistérség oktatási intézményeiben ideiglenesen elszállásoltak közül többen a magánszektorban béreltek lakásokat, illetve volt, aki visszatért a megszállás alól felszabadított otthonába. A nyár végére újabb kihívással kellett szembenézni a kistérségnek, mégpedig a jelenléti oktatás megszervezésével, majd ősszel az áramszünetekkel. A menekültek vagy béreltek lakásokat, akik nem tudtak bérelni lakásokat, azokat elhelyeztük a Császlóci Kultúrházban. Jelenleg is ott van nekünk 30 személy, akinek egyszerűen háza nincsen és nem tud hova elmenni. Most is őket ellátjuk, 30 személy maradt. A többiek azok béreltek lakást, munkát vállaltak és szépen elmentek. A jelenléti oktatás megszervezése óriási feladatot adott a kistérségnek. Kis rendet kellett a menekültek után, ki kellett meszelni, ki kellett fertőtleni, ki kellett takarítani. Ez is megtörtént. Aztán következett az óvóhelyeknek a kialakítása. Ez is egy óriási kihívás volt, ezzel is megbirkóztunk, és akkor szeptember 1-én minden egyes intézményen elindult a jelenléti oktatás. Ezt követte már év vége felé az áramkikapcsolás. Egy új probléma, ami még erre az évre is áthúzódott, ezt megoldani nem tudtuk, mert most minden egyes intézményben generátort vásáron erre egyszerűen nem volt lehetőségünk, nem volt anyagi fedezetünk. Most 3 intézményünkben már van generátor, és ezek működnek. Ezt a munkát folytatni szeretnénk ebbe az évbe is, hogy legyenek ellátva a generátorra. Itt apró kérések merülnek fel a generátorok vásárlásával, üzemanyaggal ellátás, stb. De ez mindennapos probléma, úgyhogy ezeken is dolgozunk. A polgármester hozzátette, hogy a kistérség lakosságának szociális ellátása terén a nehéz körülmények ellenére sem maradt el az egyedülálló és segítségre szoruló személyek támogatása. A szociális téren, a kistérségben 43 személyt látunk el, mindennapos munkatársaink látogatják, 43 egyedülálló személy van, akiket az év folyamán és egész évben felügyelet alatt tartunk, elmennek a munkatársak, elvégzik azokat a munkákat, amit kell. Ez is egy óriási feladat. A múlt év folyamán 3 lakóházban volt tűz a kistérségünkben, ezeknek az embereknek is nyújtottunk anyagi támogatást 25.000 grivny értékben. 9 személynek adtunk anyagi támogatást temetésekre, gyógyszerek vásárlására, gyógykezelésre 85.000 grivny értékben. Pszichikai és daganatos betegeknek adtunk ugyancsak segélyt orvosság vásárlására 150.000 grivny értékben.
A háború idejére felfüggesztettek minden nagyobb költségű fejlesztés finanszírozását, így például a szürtei kistérség területén található megyei jelentőségű utakon is csak a megyei hatóságokkal közös program keretében lehetett karbantartási munkálatokat végezni. Delegáltunk a megyének 5,5 millió grivenyt, és akkor Pallótól Szürteig ki lett javítva a megyei út. Ezt a programot szeretnénk folytatni a jövő évben is, mert egy kicsit egyszerűsíti a mi munkánkat, nem kell tervdokumentációt elkészíteni, hanem delegálunk egy összeget a megyének, és akkor ők a munkát elvégzik. Ezt az éven is szeretnénk folytatni. 2023-ban tervezzük a Császlóc-Kisgelyőci megyei útnak a javítását. Több mint két hónapon keresztül a Csapi határátkelő felé vezető országúton a 10-20 kilométeres kamionsor nehezítette meg a közlekedést a helyiek és az áthaladó forgalom számára. Bár a jelenség ugyanolyan váratlanul szűnt meg, mint ahogy kialakult, de a kistérségben már felkészültek arra az esetre, ha ismét teherautósorok torlódnának fel a határhoz közeli útszakaszon. Ezzel a kérdéssel mindenki találkozott, mert egész két és fél hónapon keresztül Szürtén egyszerűen a mellékutakból nagyon nehéz volt kihajtani autóval, közlekedni. Egy sávba közlekedtünk, és több ilyen baleset történt. És kértük a megyét nem egyszer, hogy próbáljunk erre a kérdésre megoldást keresni. Itt nem, ez a kérdésnek a megoldása nem csak rajtunk múlott, mink magunkra vállaltuk ilyen kijelző tábláknak a megvásárlását, amit a megye elkészített, ezeket a táblákat, mire megvásároltuk, azután már sor nem lett, úgyhogy ezek a táblák jelenleg meg vannak vásárolva, és mink készen állunk, hogyha újra lenne sor, akkor mink ezeket a táblákat ki fogjuk rakni, és akkor a faluban nem szabad lesz ezeknek a kamionoknak, nehéz kocsiknak megállni. Ugyancsak nagy kihívást tett számunkra a sok szemétnek az eltakarítása, ami most is folyik a főút mentén, az állami út mentén. Erre az állam egy kopékát nem adott, ezt egy saját költségvetésből oldjuk meg még most is, mert ez úgy néz ki, hogy összeszedünk mondjuk 200 zsák szemetet, de ezt nincs hová tenni. Ezt vagy a temetőre, vagy az iskolákba elvisszük, és akkor onnan hétvégén elviszik a szemetesek. Ez folyamatban van, már egy jó útszakaszt megtisztítottunk a szeméttől. A nehézségek ellenére a kistérség igyekezett mindent megtenni a stabilitás megőrzése érdekében, és ez a cél a jövőben is. Azt lehet mondani, hogy amit terveztünk, annak csak egy töredékét valósítottuk meg, de ebben a helyzetben fenntartani az intézményeinket, működtetni, a munkásoknak kifizetni a fizetést, ez is egy óriási kihívás, küzdelem mindennapokkal, de ezt derekasan elvégeztük, nem szeretném magamot dicsérni, de a kistérség tette a munkáját. 2023-as költségvetést december 20-án elfogadtuk, a számok szerények, nem terveztünk nagy dolgokat. A bevételi részt ugyanúgy hagytuk, mint 2022-ben, a kiadási részt ugyancsak így ennek megfelelően terveztük. Az oktatásra kevesebbet kaptunk, mint a múlt évben, ezt ki kell saját forrásunkból pótolni, hogy a tanároknak és a kisegítő személyzetnek ki tudjuk fizetni a fizetést 2023-ban. Bár a kistérség 2023-as esztendőre vonatkozó tervei viszonylag szerények, de a polgármester reménnyel tekint a jövőbe, aminek egyik legfontosabb eleme a várva várt béke az országban.